Üres sorok a parlament üléstermében. Ennyien voltak kíváncsiak tegnap a gyermekéhezést felszámoló javaslat vitájára a kormánypárti képviselők közül. A képet a PM képviselője Szabó Téma hozta nyilvánosságra, hogy lássák, ami a parlament szerkesztett felvételein nem látszott, az érdektelenséget. Ma már többen voltak az ülésteremben, ám az eredetileg öt pártinak induló, ám végül csak az ellenzék által benyújtott programjavaslatot leszavazták a kormánypárti képviselők. 63 igen, 118 nem szavazatta, a tartózkodás nélkül nem vette társadalba. Arról a civil szervezetek által kezdeményezett programról volt szó, melynek célja, hogy ne éhezzen egyetlen gyermek sem Magyarországon. Pedig a szakmai szervezetek szerint ma 50 ezeren nem esznek eleget minden nap. Igaz, ezt korábban már többen kétségbe vonták. A miniszterelnök főtanácsadója például. Olyan, hogy a legnyomorultabb családban, ahol nincs alkohol, drog vagy ilyesmi, ilyen probléma, hogy ott a gyerek ne kapjon este legalább kétszer egy zsíros kenyeret, vagy tejbegrészt, tehát valamit enni, olyan nincs. Ma pedig a Fidesz frakció vezetője vonta kétségbe a szavazás után, hogy indokolt lenne egy ilyen program, sőt, provokációnak tartotta. Ezek a kategóriák, mint amit ők is használnak, gyermekéhezés, gyermekszegénység, értelmezhetetlenek. Hiszen a gyerekek családokban élnek. Amennyiben a gyerekek családokban élnek, akkor nem önmagában éhezik egy gyerek, hanem a családja van rossz helyzetben, és az egész családon kell segíteni. Másrészt Kósa Lajos szerint az elmúlt 5 évben duplájára nőtt a gyermek étkeztetésre szánt összeg, így a kormány mindent megtett, hogy ne éhezzenek a gyerekek. A Fidesz frakció vezetőjének szavait végighallgatta a PM képviselője, néha indulatosan kommentálva. Azt látjuk tehát, hogy nem emelkedett érdemben a gyermek étkeztetésre fordított állami források összege. Annyi történt, hogy az állam átpakolta a költségvetés egyik sorából a másik sorba a támogatást, mert 2012 után megvonták az önkormányzatoktól a normatív támogatást, és elvették a saját bevételeiket, amiből addig finanszírozták a gyermek étkeztetést. Az EMMI államtitkára szerint igenis emelkedett a gyermek étkeztetésre szánt pénz, és ő a Fidesz frakció vezetőjével szemben nem érezte provokációnak a programot. És ezek mentén, a célok mentén törvényjavaslatunk is fut jelen pillanatban a parlamentben. Itt ennél a szövegnél még további egyeztetésre lett volna szükség, ezt nem tették meg az ellenzék részéről, de mivel a célokkal egyetértünk, ezért természetesen az ilyesfajta törvényjavaslatok továbbra is érkeznek az országgyűlés elé. A nemzeti minimum programot kidolgozó civilek tovább szeretnének tárgyalni elképzelésükről a kormány képviselőivel.